Bojász Götörök, segít a Traders Time. A mai napon a magyar forintról szeretnék beszélni, mert fontos dolgok történtek fundamentális szempontból. Ez azt jelenti, hogy a kormány létrehozta a rezsivédelmi és a honvédelmi alapokat. Ezekben az alapokban azt várja, illetve hát közölte, hogy a nagy bankok, biztosítók, légitársaságok, telekommunikációs cégek, multivállalatok, azok fizessék be a nyereségüknek, a nyereségüket konkrétan az elkövetkezendő kettőben, szóval 2022-ben és 2023-ban. Miért óriási probléma az? Hát technikailag azért, mert itt van egy engulfing gyertyánk, amely 10 forint nagyságú, szóval ez azt jelenti technikai szempontból legalább a 380 forintos szintet el fog érni technikailag. Fundamentálisan ez sokkal magasabbra is mehet, ugyanis elindult egy nagyon komoly folyamat, ez itt látszik, itt. Ahogy a háború elkezdődött, látszott, hogy ez nagyon érinti a magyar gazdaságot, hirtelen 16%-ot gyengült a forint. Ez az emelkedő és gyengülő hullám, ez meg is maradt, ennek több oka van, ebben nem akarok belemenni, és tényleg megpróbálok politikamentes maradni, jó? Külső szemmel nézve, én Cipruson élek, itt egy hasonló történet volt, mint Cipruson, túlköltekezett a kormány, és nem volt honnan pótolni. Nem jönnek úgy az EU-s pénzek, ahogy várták, ezért ezt valahonnan pótolni kell. A rezsiköt csökkentés az egy nem fenntartható dolog logikusan, hiszen hogyha a kőolajnak a hordonkénti ára az megduplázódik, akkor nem lehet ugyanannyi az ára. Jó, szóval nem lehet, az energiárak akkor változnak, jó? És nem lehet fixen tartani a benzinnek az árát sem. Ezt valakinek ki kell fizetni. Ez komoly, illetve az emelet lévő túlköltekezések lukat ütöttek a büdzsében, ezt kell pótolni. Per pillanat, mint mondom, bankoktól, multicégektől, telekommunikációs cégektől, légitársaságtól, biztosítóktól akarják ezt a pénzt beszedni. Nagy probléma, hiszen ez sérti a tulajdonjogokat. Ha én tulajdonos vagyok egy biztosítóban, tulajdonos vagyok egy bankban, mint részvényes, akkor az én bankom hogy lehet az, hogy a nyereségét egy államnak fizeti ki? Ezt csúnyán mondva úgy hívják, hogy államosítás. És ez nem egy jó szó a piacgazdaságban, amelynek ugye, hát a kapitalizmusban, amelynek nem az az alapja, hogy államosítunk ilyen vagy olyan formában, hogy megoldjuk a saját problémáinkat. Szóval, ami történt itt Cipruson hasonló volt, túlköltekezett az állam, ez egy kicsit, 1 millióan vagyunk itt, szóval ez nem egy nagy történet, szóval pikpak. És ami történt? Nem lehetett nemzetközi utalásokat, nem lehetett utalni külföldre. Megszüntették a nemzetközi utalásokat. Ezt fogja tenni majd a magyar kormány is, hiszen ezután mi a következő lépés? Húha, lehet, hogy el fogják venni a pénzem? Igen, el fogják venni a büdzsének a lukait, amit létrehoztak, mely ez történt Cipruson, akinek x eurónál több volt a számláján, azt elvette. Azt elvette az állam, és azzal fizették ki a hiányt, kész. Azzal védték meg a csőtől az országot. Szóval egy is előfordulhat Magyarországon, hogy simán leveszik a pénzt a számlájukról. Jó? Második, nem lehetett pénzt levenni cashben, csak bankjelet utalás, illetve kártyás fizetés volt, nem tudták külföldre utalni. Szóval, hogy azért itt ilyenek lehetnek még benne a pakliba, ami azért elég komoly szinten ütleti a forintot. Hiszen kinek kell majd az a deviza, amelyre mindenféle szankciók, mindenféle rendeletek vonatkoznak. És aki nem akar hinni a fülének, az higgyen a személynek, és nézze meg, hogy mi történt a törököknél. Hasonló kategória, hasonló korrupciós botrányok, hasonló költekezés. 9 liráról oda lyukadtunk ki, hogy lett 18 lira. Ez akkor történt, amikor már muszáj volt, kénytelen volt a török központi bank egyszerűen alapkamatot vágni, mert már ott voltunk, hogy éves szinten 30%-at kell kifizetni a török lirára, a török kötvények után, és ezt kezdték el vagdosni, és ez a piacnak az árazása. Jó? Szóval, hogyha majd abban reménykedünk, hogy megemelik az alapkamatot, és minden jó lesz, a fundamentumok megváltoztak. Azzal, hogy elvesznek magántulajdonból pénzt, mindegy, hogy milyen
indokkal ez nagyon nagy problémát tud okozni, úgyhogy készüljünk föl, amit tudok ajánlani mindenkinek, ha tud, tényleg, ha tud, akkor legyen eurója, dollárja is, vagy cashben, vagy külföldön, de vagy legyen bitcoinja, legyen USDT-je, jó? Legyen diversifikáljon, ne csak forintban tartsák a pénzt. Tudom, hogy nem egy jó ár váltani, tudom, hogy nem 369-en, vagy 370 forinton jó váltani a dollár vagy az eurót, de mi van, hogyha az történik velünk, mint a törökökkel, és 500 forint lesz egy dollár, vagy 600, jó? Ezért csináltam ezt a videót, hogy készüljünk fel akár a legrosszabbakra is, mindenkinek saját magára kell gondoskodni, diversifikáljunk, ne csak forintunk legyen, legyen különböző devizánk, és ne csak Magyarországon legyen, hanem ameddig még lehet, addig mozgassunk külföldre is, jó? Amit itt lehet, különböző brokerházakkal vagyunk kapcsolatban, különböző walletek vannak fönt a YouTube-on is, amiket használunk, akár kriptók, akár brokerházi átutalások, ahol fel lehet tölteni. Ami felett csak ott lehet tartani a pénzt, az kész. És akkor azt lehet mozgatni, a kriptot azt lehet, azt oda mozgatsz, ahova akarod. Szóval ezeket nem lehet úgymond megállítani. Jó? Köszönöm szépen a figyelmet, a trend legyen velünk. Viszontlátásra, viszonthallásra.